Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallax is, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Ez alkalommal az Apollo 18 című 2011-es horror skifit veszük elő, ami egy alternatív valóságon keresztül rekonstruálja az Apollo 18 Hold misszióját. Tehát az égi kísérőnkön történt rejtélyes eseményeket mutatja be, miközben a középpontban álló csapat fokozatosan rájön, hogy nincsenek egyedül. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Parallaxis 93. része. A mikrofonnál Pécsi Géza. Köszönöm mai beszélgetőtársadat. Köszöntöm mai beszélgetőtársamat. Elsőként Vince Miklóst. Szia Miklós! Szia, sziasztok! Barkóczi Norbit. Szia, Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Miki kicsit késett itt a felvételről. Légy szíves, nyugtass meg, hogy nem a holdkőzetből átalakult állatok kaptak el. Nem tudom, hát ugye nekem van otthon egy holdkőzet darabom, tehát fe, jogosan felmerülhet a gyanú, de, de nem. Úgy tudom, hogy nem, bár ugye lehet, hogy csak később fogok rájönni. Nem tudjuk. Mindesetre a film óta tudjuk, hogy a kis között minta az veszélyforrás, mert potenciálisan állattá alakulhat az éleple alatt. És egyébként hol tartod ezt a holdkőzetet, ha nem vagyok indiszkő? Hát ez egy icipici kis másfél milliméteres darab, és ennek megfelelően egy kis plexi dobozban van a szekrényben, és a szekrény be van csukva, úgyhogy nem tudom, hogy onnan keresztül tudja rágni magát, de hát ugye az élet utat tör, szóval... <laughs> nem, ugye gyanúsan túl nagyon sok kőzet kelt lábat... Mi? két láb Lába kelt. Lábra. Igen. Jaj, jaj. Lábra kelt. Vagy igen, hogy a lába jaj, bizonyos jaj, jaj. Lába volt közeteknek. Igen, fölben. igen, igen, Ugye igen. Az, az, amerikaiak, amikor ugye egy csomót, és ugye hát szerencsére megosztották, a többi nemzetnek igen. is adtak vizsgát, és ugye azok közül sok, soknak... Hát sok dzsungább banán köztársaságok esetén ezeket ugye valaki el, el. Ugye a magyar, azt meg le, a magyarok, ugye két, két ilyet is osztottak szét, ezek a goodwill, vagy hogy mondják, jó akarat holt között adományokoltak, amiket az amerikai kormány De Mennyire adott. jó akarat? Hát hmm. ugye? <laughs> ugye plexibe öntve. Mielőtt belekezdenénk a mai beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni like és feliratkozni. Ah, tényleg. Premier előtti tartalmaként, valamint ennek a podcastnak a hosszabb, exkluzív változatáért pedig kérlek, fizessetek elő a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül. Fizessetek el. És van még egy szolgálti közveményünk, hogy több új műsorhoz keretünk keresünk betegető társakat, mint például a Night Rider sorozatról szóló podcastbe, ennek Hello Pajti lesz a neve, valamint egy horrorfilmes podcastünkbe is, ennek pedig Screamcast lesz a neve. Emellett a Parallaxis Retroverzum több új indulomos műsorába is várjuk azokat, akik szívesen csatlakoznának. A felvételek az interneten keresztül zajlanak, úgyhogy nyugodtan jelentkezzetek a podcast címre küldött e-mailben. Norbi is, Áron is, valamint én is így tettük meg. De most igen, de legyenek már lányok is, ugye? Ez meg egy szempont. É, hát ez meg ugye a gender equality meg... Igen. <laughs> Mindez a paralaxisnál is jelen van, tehát lányokat is várunk. kóta ki van adva itt is, igen. Hogy... Igen, már arcspiritóan alacsony. Az igen. x, -X kromoszómákkal jellemezhető egyedek száma a műsorkészítők listájában. Holott, ugye igény az volna rá. Na, és akkor most visszatérünk, amit kezdtél mondani, hogy kis tartókában volt valami, itt szakítottalak meg. Ja, j -j -j, hát ezt a Norbi hozta be, hogy, hogy a, például Magyarországon is a Természettudományi Múzeum gyűjteményében, amíg még Budapesten van, a, meg lehet tekinteni a, a, azt a két kis Holdkőzet adományt. Az egyik a, az Apollo 11, a másik az Apolló 17 gyűjtéséből származik. Az első és az utolsó, ugye, wink-wink, hogy az utolsó az Apollo 17, ugye pont erről szól a film, hogy szerintük nem, de ugye az utolsó hivatalos holdexpedíció, meg az első hivatalos holdra szállás mintájából pici darabokat az Egyesült Államok szétoztott egyrészt az összes amerikai állam kormányzójának, Másrészt az ENSZ által akkor elismert összes országnak, vagy legalábbis nagyon soknak, akikkel volt az amerikaiaknak diplomáciai kapcsolatuk. Mondom, a magyar példányokat az speciál meg lehet tekinteni, tehát ezt nem happolta el senki, de hát elég sok ilyen afrikai, meg dél-amerikai, meg ilyen egyéb országokban bizony kiderült, hogy amikor próbáltak nyilvántartást készíteni, hogy ezek megvannak-e, ezek a baromi értékes dolgok, a közöttek, akkor bizony kiderült, hogy ahogy ezt a Norbi megfogalmazta, többnek is lába kélt de nem tudjuk, hogy ez hogy. Csak ez csak a film, film teóriáját erősíti. Szerintem. 270 szétosztott kőzet mintából 160 már nincs meg. Akkor Igen. légy szíves, vaj, szint hogy te de hogy De ez durvább arány, mint amit hittem. Úristen. Na most én, igen, én nem innen, tehát én nem egy, egy, egy ilyen, hogy mondjam. Nem egy csak kedves a... úriembertől. Nem egy, egy kedves dark szalvadori <laughs> nagyköveti háttérre rendelkező. A véres holtkövek története. Nem, nem, az enyém az nem Apollo holtkövet, ez konkrétan az ásványbőrzén. Nem is én vettem, hanem a családom nekem ajándékba. Ugyanazon az ásványbőrzén, ahol még Claudia is ott volt egyébként és uh, ugye az volt az utolsó alkalom, amikor én találkoztam vele, és egyben az első. Na de a lényeg az, hogy ma már pontosan az Apollo adatok alapján meg lehet azt is állapítani, hogy mik azok a meteoritok, amik a Holdról érkeztek. Mert hogy amikor a Holdba becsapódott, és a múltban ugye látjuk a Holdat, hogy néz ki, tehát tele van kráterekkel, amikor a Holdba becsapódik egy nagyobb cucc, mondjuk egy aszteroida, akkor rengeteg hold között kirepül onnan, és annak egy része az rá, leesik a Földre. És ezek ugye első ránézésre egyáltalán nem különböznek a földi bazaltoktól, vagy bármi, bárhonnan jöhető meteor, meteoritek lennének. Mondjuk Afrikában, ahol feltűnik ugye a Szaharán, hogy ott mi, mi az, mi ez a feketekő, ott ugye fölszedik az ember. Itt az erdőben is biztos van ilyen, csak nem veszük észre. De ott feltűnik, és akkor megcsinálják az ásvány összetételek a elemzését, és akkor kiderül, hogy ezek ugyanolyan illuzotóparányjal rendelkeznek, mint az Apollo által a Holdról hozott holdközetek, és így aztán be lehet azonosítani. Tehát amiket az emberek tudnak vásárolni az interneten holdközeteket, azok nem az Apollo gyűjtésből valók remélhetőleg. Bár ugye mondtad, hogy 160 hiányzik azokból is, tehát lehet, hogy azok is ott forognak valahol az interneten. Tehát uh -huh. a szemre nem, nem, nem lehet megkülönböztetni őket más, más féléktől, tehát semmi egy esély egy darab, tényleg. Most nyilván mm -hmm. azt meg tudod mm -hmm. esetleg állapítani, hogy az egy meteorit, mert mondjuk pörkölődött ebbe a széle, meg máshogy néz ki, de hogy azt, azt hogy így ránézésre azt mondod, hogy hú, hát ez a holdról jön, az nem úgy van, ugye laborbevizsgálást kell olyankor tartani. Most van ennek ilyen csúcstartója, a évre több egyszer a korábbi műsorkészítő kollégánkat és barátunkat, Rezsabek Nándit elhívtam, akinek nem csak a holdról, hanem a naprendszernek szinte az összes szilárdégi testéről van otthon mintája kisbolygókról és a Merkurról, potenciális Merkur eredetű, ez szóval egészen elképesztő. De ez mind-mind az űrkutatás eredményeinek köszönhető, hogy ma már tudjuk, hogy ezek a bolygók milyen összetételőek, és így visszamenőleg be lehet azonosítani, hogy melyik meteorit honnan érkezett. Nagyon izgi. Légy nyugtass meg minket, hogy néha nem látod, hogy mocorogna meg ilyenek. Én nem látom, de majd most direkt figyelni fogom, vagy majd ráállítunk egy mozgás érzékelő Westinghouse kamerát, és megnézzük. Egy pár napra volt ugye ez a kék szuper, is kiról egy poszt, és akkor a Norbi kameráját oda irányította, és fölvette a holdrezgést, ugye? Ha-ha. <laughs> Véletlenül sem az, hogy meglöktem az állványt, igen. <laughs> nem, 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 ez holdrezgés volt. Te az egész hold maga mozog, igen. ugye? Persze. Ja. Meg a, Jaj, is van a egy... úgy is. Jó, vannak amúgy holdrengések egyébként, persze, ez csoda jó. Gyors történet, ugye, ez egy fikció fikcióz a film, remélhetőleg, bár ugye mint a végén elmondják, mindegyik szereplő asztronautának a teste nem került elő, és rejtésen hunytak el rejtés körülmények között különböző missziókban. De ugye ez azt, azt dolgozza fel ez a film, hogy ugye 17-es a misszió után volt egy 18 aminél ugye felmennek a az asztronauták, aztán ott találnak egy mást. Nektek mi a véleményetek erről az ilyen múltat idéző felvételről? Mert engem iszonyatosan idegesített végig, hogy hogy mindig interferencia van, mindig képkoszkásítás. Egyrészt ugye a 70-es évek mm, színvonalát próbálták ezzel, így így ezzel a hatással is érzékeltetni. Másrészt meg ugye maga a film ugye a, a, hát viszonylag széles, körben elterjedt, hogy ez a talált felvétel, vagy found elveszett footage, felvétel, igen. found footage, jellegében hát rendeződött. Ugye, ugye a, a, a nagy klasszikus ugye az ideglelés, a Blair projekt Project még 99-ből, hogyha jól emlékszem, és ugye annak már hát sok-sok verzióját láthattuk. Itt most ez a, ez a, ez a, Holdon játszódó verziója, és hát igen, ahogy mondott, tele van rossz, tehát digitális képhívákkal, rossz minőségű, stb. stb. Ez így a hatáshoz, hát van, akinek hozzáad, van, akinek elvesz. Az kétség kívül, hogyha, hogyha ez így nem adja, akkor, akkor ki tud így billenteni a filmből. De összességében nem, az ötlet az nem volt rossz. A kivitelezés ezért már voltak problémák, tehát nem lett azért annyira erős szerintem, hogy összességében maga a film. Um, meg hát az alapfelvetés is, szóval voltak ugye, de ezt, ezt Miki jobban el fogja tudni mondani, tehát voltak betervezve 18-19, a 20 is, tehát azért ezeket költségvetési okokból le, lefújták idejekorán, és de adja ugye a magasabb, de azért ott van, hogy de mi lett volna, ha mégis felküldik őket, és valami történik. Már alapból a felütésben is probléma van ugye, hogy még a hidegháború is azért egy-egy ilyen missziót azért nehéz lett volna eltitkolni még egy más elől is. Tehát, hogy főleg a az esetén ugye a Marsi a Marsian óta tudjuk, hogy, hogy 24 órán belül ki kell a műhold képeket is. Tehát, hogy minden ugye publikus teljesen, amiket, amiket, ők csinálnak. Na most tényleg egy, egy, egy emberes utazást eltitkolni, hát azt szerintem az nem lett volna annyira egyszerű. I igen. <t> Ja igen, a kérdés az az, hogy mit szóltunk. Na igen, ez érdekes, hogy ez a, ez a, a azt mondod, hogy téged idegesített az, hogy milyen jelleg ez a found footage jellegű. Nekem azért tetszett ez, mert nyilván én én tő, tő, összességében körülbelül több, több napnyi uh, Apollo ilyen nyers videót néztem már meg életemben, tehát uh, igazából nekem tökre bejött az, hogy, hogy, hogy teljesen hozta ezt a dolgot olyannyira, hogy nagyon sokszor én csak azért tudtam, hogy most éppen olyat látunk, amit nem ők vettek föl, hanem amit konkrétan egy másik Apollo küldetésből átvágtak, mert ismertem azt az adott blokkot. De hogy, hogy annyira szépen csinálták, például a hold felszínén sétálgatós jelenetekben, annyira szépen váltogatták az Apollo 15, az Apollo 17, meg az ő általuk forgatott videókat egymásra, hogy egy csomószor én azt hiszem, hogy aki nézi a filmet, és nem ismeri az eredeti videókat, az nem tudta volna néhány helyzetben megkülönböztetni, hogy most melyik az, ami tényleg az archívumból van, és melyik az, amit a filmesek csináltak. Tehát, és, és az is nekem nagyon tetszett, hogy bár tényleg ugye ilyen minimalista tulajdonképpen a film, Szóval az jó volt látni, hogy nekem éppen emiatt, hogy, hogy tök jól össze voltak varva ezek a részek, és ahhoz hogy képest, hogy egy ilyen alacsony költségvetésű film volt, ahhoz képest az kifejezetten nagyon tetszett, hogy milyen intelligensen és valósághűen oldották meg az űrhajók belsejében, hogy hogy néz ki a látvány. Tehát például, amikor a, a még a parancsnoki kabinban voltak, ami a hold körül kering, ugye, meg a harmadik fickó végig ott keringett, ugye, hogy ez az Apollo küldetéseken szokás, ott, ahogy egyszerűen ilyen egyszerű dolgok, mint hogy az ablakon keresztül hogy süt be a fény, meg hogy hogy, hogy néz ki, az olyasmi, amit amúgy nem volna feltétlenül nehéz megcsinálni úgy, hogy valósághű legyen, de a legtöbb filmben nem tudják megcsinálni, és itt meg megtudták. Tehát, hogy nekem ez látszik, hogy hogy. Rendes. Elvileg konzultáltak. Igen. Názzával, de Náza nem vett részt a filmben. Igen, igen, de valószínűleg ők maguktól is kellőképpen űrfanatikusok voltak. Várjátok, a producerek azt mondták, hogy ők nem forgattak egy percet se. Ezeket tehát megtalálták. Tehát... Ja, persze. Igen. <laughs> bocs, igen, bocs, igen. igen. Igen, igen, igen. Jó, csak amúgy ez is, ez is érdekes, hogy ha nézed a filmcselekményt, akkor hogy találták meg, meg, meg? Ez, egy, ez, egy, ez egy plot hole. El, el, kell idejújtunk. Tehát, hogy igen, 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 igen. igen. Még, még ugye a, a, a rádióadásokat, meg a képeket esetleg, ugye azokat még oké, okay, el lehetett csípni, de hát ugye ott jó sok kizikamerával is forgattak, és hát azok, na, na igen, azok, igen. A, azok, ami történt, igen. Ugye ez az érdekes, hogy a legtöbb felvétel, amit látunk, de mondom, a legtöbb, nem az összes, az tényleg úgy néz ki, mintha közvetítés lenne. Tehát az apollo is úgy volt, hogy ezek a Westinghouse-féle kamerák, az, amik... A, a, amiket itt is látunk, ezek az élő közvetítéshez kellettek. És ugye természetesen ezen kívül voltak filmre rögzített felvételek rendesen. De most itt ugye pont ez volt az érdekes, és ezt mondják is végig hogy itt, ja, ugye a filmre rögzített dolgokat az, azokat Hasselblad kamerákkal készítették, a Westinghouse féle kamerákat azokat kifejezetten a TV közvetítésekhez használták, és itt az volt a szöveg, hogy itt Westinghouse kamerákkal van tele az egész. Ugye ez is arra utal, hogy még akkor is, amikor, amikor nem volt kapcsolat a földdel, vagyis az űrhajósok úgy tűnt, hogy nem érték el a földet, valójában az sejlik föl, hogy ezt is a Védelmi Minisztérium blokkolta, de valójában ők más csatornákon keresztül igenis vették az összes kameráról a képet. Ami egybevág az űrhajósoknak azon elméletével, hogy őket azért küldték oda, hogy kísérleti nyulak legyenek, és ugye meglássák, hogy mi történik velük, és jól bekamerázták az egészet, és amúgy valószínűleg mindvégig ment az adat adattovábbítás, ez az én interpretációm. Természetesen ez nem magyarázza meg, hogy azok a felvételek, amik láthatóan úgy néznek ki, mintha tényleg filmkazettára készültek volna, a filmtekercsre, azok, azok hogyan jutottak el a földre. Hát az tényleg egy plot hole, de lehet, hogy ebben nem is gondoltak bele annyira a készítők. Minden esetre egy és... nagy plusz még, bocsánat, még egy dolog, hogy a szovjet holdkomp az, az egy igazi megépült szovjet holdkomp. Ez, a, ez az LK, tehát ezt nem a hollywoodiak elmondták, össze, hanem ez tényleg az az egyszemélyes a holdra szálló egység, amivel a szovjetek terveztek elmenni a holdra, és ez egészen fantasztikus, hogy ebből tényleg egy megépült példányt használtak. Ez a megépült példány ez sokat turnézott nyugaton, és jelen pillanatban is egyébként a párizsi Disneylandben van kiállítva az LK-nak, vagyis a Lunnai koráblnak, vagyis a holdi űrhajónak ez a példánya. Úgyhogy ebből is látszik, hogy igyekeztek azért a készítők, amennyire lehet minden kis dologra Ban megcsinálni azt, hogy ez tényleg úgy nézzen ki, mint egy Apollo korabeli footage, vagy ilyen filmfelvétel, és én tökre meg tudom érteni, hogy van, akit ez idegesít, ahogy ez így néz ki, de szerintem ez realisztikusnak tűnik ebből a szempontból. Pont ezt akartam kérdezni hogy ez orosz holdkom, de megerőlegezted a kérdésemre a választ, úgyhogy akkor ezt is megtudtuk, hogy az is Rio. -t. Az teljesen igen, az teljesen igazi, mondjuk ahhoz, hogy ha már tényleg ennyire réteg, teljesen space nerd hallgatók is hallgatják, esetleg akkor még annyit tennék hozzá, hogy a valóságban azért valószínűleg ez a holdkomp, ez nem így ebben a lecsupaszított formában jutott volna el a holdra, hanem belett volna burkolva ilyen, ilyen hő és, és sugárzás visszaverő fóliákkal, ahogy a szajú űrhajók is be vannak burkolva, vagy annak idején egy zöld színű bevonattal. A nyugati irodalomban ezt a holdra szálló egységet pont így szokták ábrázolni, ahogy a filmben is látjuk, de amúgy valójában tudjuk, hogy egyébként így, így, ez, 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 az, ez az az űrhajó, csak még egyébként valószínűleg valami zöld védőburkolatban még az egész benet volna csavarva. De amúgy ez, ez teljesen érthető <laughs> szempontból, hogy, hogy valós létező orosz egységet, holdra szálló egységet használtak fel, mert ugye a a is az tényleg tök alacsony volt a nagy uh -huh. hollywoodi filmekhez képest, tehát semennyi, mint egy, egyen ilyen effektes jelenet, nagyjából vagy 5 millió dollárba meg, megállt az egész, és ez ehhez tök jól jöttek, hogy nem kellett semmit se építeni hozzá, meg hogy ö, valós Apollo 15 és 17-es ezek szerint felvételeket is beleraktak. Összességében sem túl hosszú a film, tehát én elkezdtem uh -huh. nézni, és akkor már ott láttam, hogy jött a, a vége, vége kredit, és uh -huh. net, nettó 76 percet néztem, hogy annyi-annyi a film, tehát tök rövid, ezért olcsó, és ahhoz képest meg amúgy, tehát hogy, ja több pénzből is forgattak már rosszabb minőségű filmeket. Ez, ez amúgy tényleg ez a realisztikus <laughs> része, ez, ez, ez átjön. De az űrhajó mokápok -ok, tehát az orosz, az konkrétan egy igazi megépült orosz holdkomp, ezt tudjuk. Na most egy időben Londonban is ki volt állítva, egyébként mondom, most éppen Párizsban van. Tehát ezt valamikor a 90-es években ez kijutott nyugatra, megvették pénzét. Tudjátok, amikor nagyon rossz gazdasági válság volt, és akkor mindent lehetett venni vodkáért, meg nyugati valutáért. Na most a, ugye az amerikai hold, holdra szálló egységek is, meg, meg, a, meg az űrhajó is meglepően realisztikusak. Itt valószínűleg valami díszleteknek az újrahasznosításáról van szó. Tehát éppen a film költségvetéséből következik, hogy valószínűleg nem az történt, hogy ezt megépítették nekik, hanem az történt, hogy már korábban en darab filmhez csináltak nagyon realisztikus e, ilyen szerkezeteket. Ide mondhatjuk akár magát az Apollo 13-at, vagy az Apollo 13-nak talán a spin-offjaként is értelmezhető HBO sorozatot, a From the Earth to the Moon című, az Apollo programról szóló fantasztikus, nem tudom, 12 vagy valami ilyesmi részes sorozatot. Uh, és ott ugye használták ezeket a kellékeket, és szerintem vannak bizonyos ilyen hollywoodi cégek, akikből konkrétan lehet ilyen űrhajó mokápokat bérelni. Tehát például az amerikai holdkompot, meg az Apollo anya űrhajót sem kellett valószínűleg megépíteniük, sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy még a hold terepet sem. Mert ezeknél a korábbi filmeknél egyébként használtak uh, ilyeneket. Sőt, egyébként az is vicces, hogy a For All Mankind-hoz a, 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 ami, bocsánat, nem a forró megállítás, hanem a From the Earth to the Moon, tehát ez az HBO sorozat, ami az Apollo programról szólt annak idején, ahhoz is felépítettek egy, egy holdkompot a holdon, de az a holdkomp olyan volt, hogy az nyomokban olyan részeket tartalmazott, ami az Apollo 19-re szánt részben megépült holdkompnak a darabjait tartalmazta. Úgyhogy ez tök menő. Hm. És lehet, hogy pont abban forgatták ezt is. Ugye érdekes, mert ez amúgy a, 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 a kanadai-amerikai film, azt hiszem egyébként, de de az biztos, hogy ezeket a kellékeket nem ehhez a filmhez építették meg, mert akkor nem fértek volna bele ennyi költségvetés. Vancouverbe vették Igen. fel. Uh -huh. Szóval nekem ilyen értelemben tökre bejött a dolog. Most az egész horror horrormarhaság, az persze egy más kérdés, de az egész keríté, körítése az egésznek, meg az, hogy lehet-e embereket fölküldeni, amit szintén kérdeztél, hogy el lehet-e titkolni egy ilyen küldetést. Hát az oroszok előtt nyilván nem, de hát az emberek előtt meg hát persze meg lehet valahogy oldani, csak kódolni kell a rádióvételt. Az biztos, hogy ilyen DOD, tehát Department of Defense védelmi minisztérium küldetések, ezek voltak sokan a Space Shuttle korszakban. Tehát nem a hold programban, természetesen, de a, voltak ilyen máig titkosított programmal felküldött űrrepülőgépek, de ott nem magának a repülésnek a ténye volt titok, tehát mindenki tudta, hogy felment az űrrepülőgép, meg azt is tudták, hogy kik vannak rajta, és mi a legénység, csak arról nem lehetett semmit tudni, hogy mit csinálnak. És akkor fölteszem neked a fantasztikus kérdést, hogy miért nem ment, mentünk azóta a Holdra? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye igazából szerintem az a kérdés, hogy miért mentünk akkor a Holdra. Tehát szerintem... Igen, csak ugye ez, ezért, igen. Fél, ezért iszonyat nagy a, a, parafaktor ennek a filmnek, hogy és ezért, ezért egy jó fogás, hogy na, na, mi van, hogyha tényleg emiatt nem mentünk a Holdra. Hát őszintén szólva ez egy nagyon jó parafogás, meg minden hát valójában persze sokkal prózaibbak az okok, hogy valójában az Apollo az nem volt egy fenntartható dolog, meg nagyban megelőzte a korát, tehát igazából inkább azon kell elcsodálkoznunk, hogy egyáltalán a 60-as 70-es években történhetett egy ilyen projekt, ami tényleg szerintem semmi, semmi igazi oka nem volt a nagyhatalmi versengésen kívül, hogy ezt ott és akkor, és ilyen feszes határidőkkel, és meg kellett csinálni. Ez tulajdonképpen irracionálisnak is tekinthető, szerintem, és tökre örülök, hogy megtörtént az apollo én az emberiség egyik legnagyobb vívmányának tekintem, de ugyanúgy nem kell benne különösebb racionalitást keresni, mint hogy a, a, mit tudom én, a középkorban Notre-Dame-ot építették meg, meg mindent. Tehát, hogy igazából az is de iszonyatosan sok energia. Egyébként a korabeli, mondjuk a korabeli Franciaország költségvetésének egy hasonlóan nagy szeletét emésztette fel egy ilyen katedrális megépítése, mint az amerikai időben a Holt-program. Konkrét hasznot nem hozott, tehát, hogy hogy valójában az Apollo program szerintem egészen egyszerűen ennyire volt tervezve, icipicit hosszabbra volt tervezve, ez igaz, ahogy mondtátok, lett volna Apollo 18 és 19, sőt az elején még 20 is terveztek, de valójában, hogyha az elején valaki aláíratott volna velük egy olyan papírt, hogy lesz, hasz, lesz hat sikeres holdra szállás, akkor abban a legtöbb náza vezető beleegyezett volna. És az apollo ból azért számolták úgy, hogy legyen, Akár Apollo 20-ig elég cucc, mert például senki nem bízott az elején annyira abban, hogy már rögtön az Apollo 11 sikerrel le fog szállni. Tehát simán benne volt a pakliban, hogy az Apollo 11 az valami miatt nem tud leszállni a holdra, és akkor majd újra kell próbálkozni a 12-vel, vagy akár a 13-mal. És, és, és akkor mi ezt még mindig meg lehetett volna csinálni a Kennedy által megjelölt 1970-es határidő előtt. Így. Na most, mert ugye azt mondta, hogy még az évtized végig ember kell juttatni a holdra, és akkor ezt így nagyon komolyan vették, főleg, hogy még meg is haltak Kennedy, tehát onnantól meg már izé, árulás lett volna, ha nem sikerült. Sikerült, de nagyon kevesen bíztak abban, hogy rögtön az elsőre minden sikerülni fog. Tehát igazából Azért mondom, hogy simán benne lett volna a pakliban, hogy az első három holdra szállási kísérlet az nem jár sikerrel ez alatt. Nem azt értem, hogy meghalt volna a legénység, hanem hogy egyszerűen nem jutnak el addig, hogy leszállnak a holdra. És... Nem azért, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz. Igen. Ha már Kennedy. Igen. Szóval egy szóval kicsit ilyen értelemben talán túl nagyra is tervezték a programot. Szerintem nagyon szép volt, hogy igazából végül is majdnem minden egyetlen egy az Apollo 13 kivételével minden küldetés, ami azért indult el, hogy leszálljon a Holdra, az sikerrel járt. A film hiteles szerinted, a felvételek hitelesek, <laughs> engem idegesített, viszont nekem ott, ott kattant ez az agyam egy kicsit, amikor voltak ezek az ilyen ráközelítős, bekarikázós felvételek, és akkor így megmozdul a szikla. Tehát ezt szerintem annyira bugyután vetett az egészet. <laughs> hát igen, Nem igen. tudom, ti mit, éreztetek közben. Tehát ezt, ezt meg lehetett volna oldani egy kicsit rejtélyesebben a, nem, nem ennyire szájbarágósan Tehát... gondoltad volna? De most ez mi már? Tehát ez ilyen, nem tudom, annyira bugyuta, hogy ott egy szikles, hogy... Mint amikor ő a gyaloggalobban megmutat. előjön a vérnyúl. Hát körülbelül, igen. <laughs> Nekem az jutott eszembe egyébként, amikor először láttam ilyen megmozduló sziklátot. Még amikor mondjuk a kisgyereked bújócskázol, és akkor még nem nagyon érti a lényegét, és akkor mondod neki, hogy hol lehet, és így hall, hallasz valami mögül egy ilyet, hogy <gül> <gül> és akkor tudod, hogy na, akkor hova kell nézni. Igen, valószínűleg nem astrofizikusoknak készült a film. <laughs> mint ez ki is derül utána. És hát ugye használja nagyon jól ezeket a ugyancsak para dolgokat, hogy hát vannak a kráterek, ugye, amiben még mindig csak gondolkodunk, hogy mi lehet, mert ugye vannak olyan kráterek, ahol a fény nem nagyon jut le. Lehet-e víz, vagy jég, vagy, vagy jégevő kőrákok. Vagy jégevő kőrák, hát ezek szerint halott orosz használat után keresztül kőrákokon át Minden van. Nekem egyébként azt nagyon tetszett, amikor bárhova sötétbe megy a űrhajós, akkor ilyen stroboszkópszerűen világít a lámpája. Igen, tehát ez is ilyen... azok vak, vakuzott vakúzott gyakorlatilag, igen. Ilyen olcsó feszültségfokozó izé. Tehát, hogyha már tudják, hogy egy olyan helyre mennek, ahol vannak olyan kráterek, mert ugye nem mondtuk ki eddig, de ugye ismét a hold déli pólusa van itt a sztori középpontjában, ahol egyébként épp a napokban vagy hetekben szállt le először ember alkotta űrszonda, az indiaiak Chandrayan 3 leszálló de amúgy ott még ugye nem járt ezen kívül, a utcon kívül semmi, és ott tényleg vannak olyan kráterek, ahol örök sötétség van, mert olyan szögben áll a nap, hogy sose süt bele. És hát ugye ezt mondják is a filmben. És hát ha az ember tudja, hogy egy ilyen helyre megy, azért vihetne magával egy tisztességes lámpát, nem? Tehát, hogy ne, ne csak vakuval kell ilyen... Pótok, igen, villogtatni. Meg, szóval. hogy ott beszélik az űrhajósok egymás között, amikor egy ilyen kráterőnök, hogy, hogy érzette és érzed, hogy mennyire hidegebb van? Ezt, ezt, egyrészt nem tudom, hogy ott mekkora hőmérséklet minőség már, mint hogy nyilván nem a nappal a fényes és az éjszakai felek között, mert ott nyilván az ott hatalmas, de hogyha csak bemegyünk egy kráterbe, de oké, okay, oké, okay, legyen ott hűvösebb, bármit is jelentsen ez, de most az űrruhán keresztül, hát pont ez a lényeg, hogy, hogy azok szerencsétnek ne, ne, ne fagyjanak meg, és hogy, tehát hogy én azt nem tudom, miként lehet azt érezni, hogyha lecsökken a hőmérséklet, a külső hőmérséklet. Biztos lehet, persze, csak a kérdés az, hogy milyen mér ugye nyilván nem volna szabad. Most a Holdon, ma ilyen ti, olyan helyein a Holdnak, ahol emberek eddig mászkáltak, ott ugye az a helyzet, hogy a, az árnyékos részeken lehet akár mínusz 150 fok is. Vagy mínusz 170 is, de a lényeg az, hogy, hogy mivel, hogy a Holdnak egy átlagos területén, amúgy azért ké, egy, egy havonta fel kell a nap, tehát ugye van egy kéthetes holdi nappal, azt követi egy kéthetes holdi éjszaka, meg minden, ezért összességében, bár nagyon nagy hőmérséklet különbségek tudnak kialakulni, de azért a talajnak a hővezetése az annyira rossz valójában, hogy, hogy azért tulajdonképpen a talajnak a hőmérséklete, amiről itt beszélni lehet, az, az nem az még az holdi éjszak alatt sem megy lejjebb, mint mínusz 150, minusz 170 fok. És ezeken a területeken viszont, ahova viszont tényleg akár 100 millió éve nem sütött be a nap, vagy még régebb óta, hát ott meg ott viszont azért tényleg van lehetősége még ennek a talajnak is lehűlni, ami azt jelenti, hogy tényleg akár mínusz 200 foknál hidegebb lehet, tehát megközelítheti akár a mínusz 273 fok környékén az abszolút nullát is. És hát ugye azt lehetséges, hogy egy gyűrűhán keresztül is lehet érezni valamit, de azt nem hiszem, hogy annyira, hogy a, az űrhajós azt mondja, hogy hú, itt fázom, itt nagyon hideg van, meg ilyesmit. Tehát, hogy ezt nem, nem hinném. Tehát ez egy 24 rétegű különböző ilyen hő, hőszigetelő, ré, meg visszaverő rétegekkel ellátott brutális dolog egy ilyen Apollo szkafander, tehát itt nem hinném, hogy hogy, hogy ezt ne lehetne ebben átvészelni. alapvetően ugye az emberi test az elég nagy hőfejlesztő. Persze. Tehát... Igen. Tehát itt... Ilyen rapid módon szerintem Igen. nem. Tehát ez nem olyan, mint amikor, mit tudom én, kimész a, a szeptemberi hajnalba egy kis inkbe, és akkor ú uh, ú, uh, de Hát amit, amit az űrős elsősorban érez, mint hőmérsékletet, az az, hogy az alsó ruházatába bele van varva egy csomó csövecske, amiben vízt és glikolt fagyállót, ahogy <laughs> tetszik, keringetnek, ami túlmelegedés esetén hűti, lehűlés esetén megfűti a testet, tehát ez elég jól ki van találva ez a hőszabályozó rendszer az Apollo űrhajó űrruhájához, és, és hát itt igazából az embernek a hőérzetét elsősorban ez, ez a rendszer befolyásolja. Nem az, hogy, hogy igazából mi van kint. <laughs> és, és, visszatérve egyébként az a kapszulán belül, nekem az például az kifejezetten tetszett, hogy ez tényleg így volt, hogy a, már, mert, mint azokon az eszközökön, amik leszálltak a holdra, hogy az, az a holdon éjszakázást azt úgy oldották meg, hogy egy ilyen függőágyat akasztottak a bimba. Ez pont így, így van. Tehát ez is, erre mondom, ez teljesen realisztikus volt. Mm. Ezt a, a, hosszabb, két, amikor már három napra mentek, vagy két-három napra mentek a, a, holdra, amikor már holdautós küldetések voltak, az Apollo 15-től kezdve, akkor, akkor már nem, sőt, bocsánatot kérek, már korábban már az Apollo 12-től kezdve behozták a függőágyat, és az Apollo 15-től kezdve meg behozták azt a fajta űrruhát, amit itt is látunk az űrhajósokon, amit könnyebb levenni, hogy az éjszakai szundikáláshoz le tudják venni az űrruhát, hogy a sisak zárógyűrű ne vágja a nyakukat alvás közben, meg ilyenek. És erre is úgy tűnik, hogy mindre tök jól figyeltek a filmkészítők. A, a egy az nekem is amúgy tökre tetszett. Fura volt, tehát a, a holdi leszállóegységben, amikor bent voltak, ott nekem nem nagyon tűnt, hogy egyhatott gravitációval. Jó, nem volt ott túl sok hely bent, uh -huh. de ott szerintem ott talán egy picit. M meg amúgy, hát a kinti részeken, amikor a, a, a lábnyomokat megtalálták, gondolom az, az, az orosz űrhajós mm. lábnyomai lehetek, azok is olyan, 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 földi távolságra voltak egymás. Amikor ott kicsit ott úgy szögdécselsz, lehet, hogy apróság, de, de hogy hát ott ha a... kicsiket lép az ember. A leszálló a... belül ott, ott szerintem ott a totál egygével. ilyen Igen, mozogtak. van is egy ilyen eset, amikor talán pont a egy, egy sisak leesik. Így, így van, így van, így És van. akkor most, hogy így mondod, az nekem is úgy tűnik, hogy az pont olyan volt, mintha egy gében esett volna le. Pedig azt nem lett volna egy nagy kunst filmtechnikailag, igazából konkrétan annyi a sztori, hogy be kell lassítani a filmfelvételt megfelelő arányban. Igen, ugye ez, ez, akkor volt, amikor este már elkezdték ö, molesztálni a gépet a kőrákok, és hát a egységet, és akkor ennek eredményeképp egy skafander leesett. Uh -huh. Igen. És utána is van egy ilyen iszonyat hülye felvétel, amikor így közelít rá a nétnek a fejére, és akkor az így föl kell. É, mer, én, már, akkor azt hittem, hogy ő, ő már, ő már a démoni, mert hogy ott egy picit ott a Igen, szeme ez, ez ott ilyen nagyon furabba. fura, de hogy akkor még talán még nem költöztek be akkor a meg kövek. csak hülyült. Igen. Elkezd így közelíteni, és akkor nem most felveszem, hogy hogy horkolsz, mert te azt mondod, hogy nem horkolsz, de horkolsz, és akkor így, hello, ezek annyira hát, fölösleges dolgok, és én szóval emlékszem, hogy ez, ez tipikusan ez ilyen, ez ilyen uh, trailer fogás volt, mert amikor, amikor ennek a filmnek a trailerébe jött, akkor ebbe ez benne volt, emlékszem, és nem félelmetes volt egyébként a trailer. Tehát, hogy nem ismerted megnézni a traileret. Nem ismertem, Sem. és ezt, ezt most akkor elmondom, hogy mi történt velem. Amikor most néztem újra a filmet, akkor én rájöttem, hogy annó én ezt már láttam, ezt a filmet, csak pont a felvétel minősége miatt iszonyatosan nehezen érthető tehát, hogyha például feliratot nem használsz, akkor kell egy az angolt. Nagyon Tehát nehéz. meg csomó kimenni, űrhajós hogy... szakzsargon van benne. Igen, űrhajós szakzsargon, meg ez az angol, ez az, az elég nehezen érthető. Na és én áldozatává váltam egy kalóz verziónak még régen, ahol meg még ennyire se. Tehát még a minősége még ettől is rosszabb volt. <laughs> és így elkezdtem nézni, hogy én ezt nem fogom megnézni, és akkor még ugye nem állt rendelkezésre más verzió. És akkor így azt hiszem, hogy nem néztem akkor végig. De most már végignéztem, és, és hát nem tudom. Nem, 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 nem a legkedvencebb filmem lett, azt kell, hogy mondjam. És ha már említetted a, az előzetesben, hogy abban is láttad azt a, azt a jelentet, én utólag néztem meg az előzetesét magának a filmnek, és az előzetesbe kerültek bele, de ez, ez nem annyira ritka a filmek esetén. Tehát olyan képkockák is, vagy kis rövid jelenetek, amik a végső filmben ugye nem, nem kerültek bele. A DVD verzióján, a filmnek, DVD Blu-ray gondolom, de kettőben elérhető volt annó, szóval, hogy egy csomó kimaradt jelenet, meg alternatív befejezések is helyet kaptak azokat, nem tudom, hogy így, youtube on nyilván meg lehet őket nézni, de van négy különböző alternatív befejezése is a filmnek. És pedig. Ó, hát van olyan közt, hogy látjuk a főszereplőnket, amikor ugye fel, felszáll a, a holdi egysége, és akkor az orbiterre. Így van, így van, így van, és akkor na már az ő vérében is látjuk ott a, a megbetegedést, és beleűr. Na de várj, de nekem még, még mielőtt ezt elmondod, most pont ez eszembe jutott, hogy ugye kettő dolog merült föl. Tehát ez egy amerikai Kanadai. űrhajós, aki bemegy egy... Ja, de nem, nem, az a lényeg, csak hogy ez egy náza űrhajós, bemegy egy orosz űreszközbe, és full ért mindent. Oké, kellett oroszul tudniuk, de hogy mindent felkapcsolgat, és felszáll egy orosz űreszközbe, tehát azért az azért... Beldán... a forgatókönyv előkészítette, hogy mondta, hogy majdnem ugyanolyan az rendszer, mint a miénk. Ne, csak persze, Max, ugyan olyan <laughs> Max igen, van igen. írva. <laughs> Amúgy, hogy úgy rohadtul nem egyébként. Azt teszem hozzá, hogy egy ránézésre is látszik, hogy teljesen más az architektúra. Amúgy éppen a Parallax Facebook oldalára néhány hé héttel ezelőtt egy vasárnapi napon kiraktam -e. egy igazi belső felvételt. Konkrétan ebből a Holdcom példányból, amiben a filmet is forgatták, lehet látni ezeket a a kapcsoló táblát semmi köze az Apollo architektúrához, de az igaz, hogyha egyszer a barátunk már, már rájön, hogy hogy kell elindítani a felszállási folyamatot, akkor az egy automatizált folyamat lett volna az LK-nál. A, a Jó, de, World de az segítség. egy orosz orbiterhez tudott csatlakozni, tehát szerintem még a a csatlakozási pontok nem biztos. Hogy persze, na de most akartak. erre akarom mondani, hogy az viszont, onnantól kezdve, és ezt jól hozza szerintem a film, hogy onnantól kezdve, hogy valahogy ezzel a cuccal ő körüli pályára tud állni, akkor onnantól kezdve a megközelítés az az Apollo anyaűrhajónak a dolga. Mert hogy az Apollo-nál is az volt egyébként, hogy ha a leszálláskor valami baj történik, akkor mindenféle módon készen kellett állnia az anyaűrhajónak, vagy a Command and Service modulnak, tehát a parancsnok és műszaki egységnek, és az azt vezető űrhajósnak, hogy, hogy elég komoly manőverekkel becserkésze és megmentse a hold kompot, hogyha az nem arra a pályára kerül, mondjuk a holdról felszállás után, amire tervezték. Tehát itt, itt igazából itt a munkának a nagy része az tényleg a harmadik űrhajósra, aki a hold körül keringett, arra hárult volna, és ezt meg lehetett volna csinálni, és természetesen összekapcsolódni nem lehetett volna, de ezt mondták is a filmben, hogy itt nem lehet összekapcsolódni, úgyhogy majd űrsétán kell átjönni az egyik űrhajóból a másikba. Amit ugye nem tudunk meg, mert vége van a filmnek. De most mondja egy Norbi, hogy, hogy, mi történik az alternatív befejezés? Nem annyira érdekes igazából, tehát van olyan igen, hogy látjuk, hogy körülveszi, a, még a felszás előtt körülveszik ezek a lények, a holdkőrákok, az űrhajót, és... Ami részben igaz, mert ugye megjelenik négy mielőtt felszállna, és kopogtat, hogy most egy... engedj be. Van Vannak átfedések persze az alternatív befejezések között, aztán van olyan, hogy igen, tehát látjuk a karján, hogy ő is megfertőződött, és akkor beleőrül, és inkább szétveri a modult, és visszaesik a földre, a föl, bocsánat, holdra, hogy, hogy még megmenti úgymond a világot, hogy nem fogja hmm. hazavinni van, hogy be is törik talán az orosz egységnek a, az ajtaját, és akkor átszúrják a, a főszereplőnk ez ilyen, igen az ilyen brutális, véres befejezés. Úgyhogy ilyesmik vannak. Tehát te egyik sem arról szól, hogy Happy End és megussza a főszereplőnk. Ilyen. Igen, mert a Happy Endhez még minimum le kellett volna forgatni egy a jelenetet, hogy az űrben átszáll az Igen. A, a űrhajóból a B űrhajóba, ami azért költséges ahhoz, hogy egy, egy alternate endingként végezze. Igen. Nem? Tehát, hogy azért az egy teljesen új technikai kihívások elé állította volna a csapatot. Hát egy Nyílt űrön keresztül azért alapvetően egy űrséta. nem lett volna képes, mert ott ordított, meg forgatta Persze. a fejét, meg minden. Most az az érdekes kérdés, hogy akkor a harmadik emberünkkel mi lett? Tehát akkor ti úgy értelmezitek a film végét, mert hogy a végén azt látjuk, hogy ő, ő is úgy mond, az ő, ő is azok között szerepelt, akinek a holtteste nem került elő. Tehát ez azt igen. jelenti, hogy az orosz holdkomp nekiütközött az Apollo-nak, és lett igen, egy karambol, és meghaltak. Igen. Igen. igen, ez lenne. Mert az simán lehetett volna, hogy, hogy izé, nem sikerül az összeütközés, szörnyet hal a barátunk a, a szovjet holdkomban, ő mindörökké holt pályán marad, és a, és a, izé, a, 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 harmadik amerikai a egyáltalán nem fertőzött parancsnoki egység, ez egy És hát ugye ezt mondják Egyetlen is neki, túlélőként tehát a... Department Igen, of Igen. Defense folyamatosan beszél hozzá, hogy ezt ne tegye, mert hogyha ha beengedi az emberkét, akkor ő se jöhet De amúgy ez volt a protokoll, tehát az Apollo rendes Apollo repüléseknél is, nyilván nem holdirákok esetére, mert azért térjünk ki arra, hogy az első három holdra szállás alkalmából még karanténba tették az űrhajósokat, pont amiatt, hogyha kórokozókat hoztak volna a, földről, a holdról, akkor azt ne szabadítsák rá az egész emberiségre. Tehát utána a leszállás után még azt hiszem több mint egy hónapot, még az Armstrongék is, meg az Apollo 12, sőt az Apollo 14 legénysége is karanténban töltött még jó időt még a leszállás után. Na, szóval az van, hogy, hogy az lett volna a protokoll, hogy neki a harmadik űrhősnak, ha valami miatt kettő társa ott ragad a holdon, és nem tudnak felszállni, akkor neki szépen haza kell jönnie. Hm. Szerencsé, hogy ilyenre nem, nem került sor. Igen. Hmm. De ott egyébként érdekes, hogy az egyik ilyen függőegyes jelenetben az egyik űrhajós ott még idézi konkrétan azt a Nixon beszédírója által megfogalmazott beszédet, amit Nixon akkor olvasott volna fel, hogyha az Apollo 11 űrhajósai ilyen módon a holdon ragadnak. Akkor ez a a, ez a Faith, vagy Fate, ja nem izé a sors, a Faith has ordained that the man who went to the moon to explore in in peace. Now stay on the moon to rest in peace. Tehát, hogy ez, 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 a, ez a 2000, 2000 környékén hozták nyilvánosságra, hogy ez, ez volt az ez a beszéd, amit a, a Nixon mondott volna abban az esetben, hogy az űrhajósok ott ragadnak a holdon, és ezt, ezt, e, ennek a kezdő sorait idézi a filmben az egyik űrhajós, vicces. Hát igen. Viszont az is elég lehangoló, amikor ugye bejut, amit már mondtam, az az orosz leszálló egységbe, és akkor ott elkezd rádiózni, és akkor végül az oroszok fölveszik, majd átkapcsolják az amerikaiakhoz, és akkor ilyen full mondják neki, hogy hát túl nagy kockázat, vagy nem az téged vissza. Ami teljesen logikus. Tehát ez az egyetlen felelősségteljes döntés egyébként, nem? Persze, tehát... Tehát, hogy oké, hogy családja van, meg minden, de hát tényleg, hát ezeket a lényeket rászabadítaná a földi ökoszisztémára, hát azt hiszem... Na jó, de ilyenkor, szóval persze, 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 de egy olyan külletése küldik el szerencsétlen srácokat, amik igazi céljár, ugye nem tudnak semmit. Kivéve vévetelen a harmadik, aki a, a parancsnoki modulban van, az nekem nem tiszta, hogy ő valamiről azért tudott, de nem mindenről, hogy neki sem mondtak el mindent. Hát szerintem az fura lett volna. Nem, mert ő még vissza hozni azt, tehát ő Igen. meg akarta tehát menteni a, a bent. Ugye a parancsnok az, akinek igazából, ha valaki, tehát hogy azért itt komolyan veszik a ranglétrás dolgokat, tehát ha valaki többet tudott a többieknél, akkor ez a parancsnok kellett, hogy legyen. De hát ugye, mármint aki már elsőként, a, a, mármint aki, akibe belemászik a kő, ugye, elsőként. Na most, ugye nem látjuk ennek semmiféle jelét, hogy ő bármivel többet tudna, tehát szerintem őket tényleg simán bepalizták ezzel a küldetéssel kapcsolatban. Mm. Uh, jó, jó, nem, ezt tudom fogadni, de ah, és akkor most már említetted, igen, hogy bemászik a kő, az viszont ah, mi, szerintem, szerintem rátér, vagy nem tudom, Géza, bocsánat, te, te viszed a műsort eh, magukra a holdkő rákokról, és mi az, hogy bemászik az űr, tehát hogyha ez bemászik, akkor ez egy lyuk, lyukon keresztül mászik be, és szerintem ott, hogy oké, okay, hogy bent is van, és az, az se rossz, de hát onnantól kezdve... Na, ez a dolog egyébként nagyon az alien filmekre hajaszt, tehát uh, azt lehetett legkönnyebben lenyeletni az emberekkel. Szó szerint. Mert, mert azért, tehát szerintem ezek oké, okay, hogy holdkőrákok, meg minden, de inkább ezek ilyen remeterákoknak tűnnek, amit a, amik a holdkőzetet használják a... a uh -huh. Uh -huh. Tehát remeterák is ugye bemászik más kagylóba, meg mit miben. Csigább, csigaházba. Ami nekem furcsa, meg alapból hülyeség. Tehát, ha ez a ha hold, ugye ilyen bazalt, de ez egyszerű közetből van, akkor ez nem üreges. Mégis úgy tűnik, hogy azoknak így kinő a lába. Tehát, hogy ezek vagy annak átszerzzek magukat, vagy tényleg kövek, Itt Inkább ilyen is, meg nagyobb a kis. És ezek nagyon becsapódási területek. Hát, hogyha itt a közet, most egy geológia szakkörbe fordulunk váratlanul, akkor itt inkább ilyen brecsa nevű dolgot vár az ember, ami ugye többféle közetnek az összecementálódásából kialakuló ilyen konglomerátum, vagy micsoda. Hát a hát tulajdonképpen nagyon akarjuk végül is elképzelhető, hogy abba tudnak üregeket vájni. A kérdés az, hogy ezek a lények amúgy mit tesznek? Tehát amikor éppen nem Mi, jár arra Mit tettek addig, amíg nem ment oda igen. Ember. Igen, tehát, hogy igazából ezek így mik, hogyan működnek. Hogy én el tudom fogadni, tehát hogy Tehát kicsit ilyen olyan... triblik, triblikhez hasonlítanak, Igen. ilyen Star trek és triblikhez, hogy így hirtelen poh, sok lesz belőle, és akkor már kimászik a szeméből, meg a bőre alól. Tehát én el tudom fogadni, hogy vannak olyan élőlények, amik évekig, vagy akár évtizedekig nem esznek. Még egészen fejletett vannak olyan mélytengeri cápák, akik tök jól el vannak, hogy évekig kajálnának bármit, meg mindent. Tehát, hogy... Ez is oké. Okay. Azt is el tudom fogadni, hogy vannak olyan lények, amik le tudnak hibernálódni, akár évtizedekre. Én azt is meg tudom engedni az életnek, hogy évszázadokra. De hogy hogy konkrétan az, hogy azért mégiscsak valami, tehát, hogy vala, valamit arra nem lehet alapozni, hogy mit tudom én, egy millió évente egyszer arra jár egy kozmikus civilizáció a Holdon, amit meg lehet enni, vagy mi, tehát, hogy... hát, azt nem tudhatjuk, hogy de az is lehet, hogy ők egy meteorittal meteor érkeztek. Ja, és akkor ja, nemrég. Na jó, és ebbe gondolkoztak, hogy a, mit csináltak ja, azért az ja, ja, az hát csak a 18-as Apollo küldetés, és tulajdonképpen erről tudotta a, a Department of ez, Defense. Uh -huh, uh -huh. Az oroszok is ezért szálltak oda. Ez egy jó, jó fan theory. És ők megtalálták, rosszul jártak, ezért oda küldték őket is, hogy akkor ők... Tehát az oroszok eleve azért mentek oda? Mert az világos, hogy az amerikaiak azért mentek oda, mert látták, hogy az, vagy megtudták, vagy még az is, hogy az oroszok értesítették Simán őket. Simán az, azt, hogy leit. összejátszanak. Hát ugye a, az orosz egységbe is. Ez a, bocsi, mi az oroszok de kapcsolom a, a ti védelmi Tehát egy, a háttérbe összejátszottak Igen. a Igen, nagyhatalmak. Persze. Simán. Hát egyébként a valós történelem útvonben ilyenkor, 1974-ben, amikor ez a film játszódik, akkor már vastagon ment a Sajuz Apollo Közös repülés előkészítése. Tehát ez amúgy politikailag éppen az ilyen detánc, az ilyen kis enyhülésnek a, az időszaka. De tudom szerintem inkább ezek, ezek valami meteorittal érkezhettek oda. Aztán... Na jó, de akkor azt mondod, hogy az oroszok eleve azért mentek oda? Vagy? Mert én csak azt tudom, el, mert ez is lehet. Azért de mentek én azt... a déli pólus, mert ugye ezek ezek a hideget szeretik, ezek a lények, és azért ott, ott, ott voltak tudtál, bent a. Hogy a... Tudták? Aha. ebbe a kráterbe. Örök, örök És ugye ezért jöttek mindig este az űrhajóra is, amikor hideg volt. Mert ők a hideget szeretik. Igen, de az űrhajón nincs este. Tehát ugye vegyük észre, hogy, hogy azért tehát, hogy a holdon, tehát, hogy ott azért, ahol ez az űrhajó leszállt ott, azért két hétig nappal van. Tehát, igen, hogy... viszont mindig akkor jöttek, amikor alszanak. Tehát akkor ez hát ez más búsít. kérdés, igen. Meg oké, hogy lekapcsolták a lámpát, tehát ilyen értelme hogy sötét volt, mert még szundikáltak az űrhajósok, addig lekapcsolták a lámpát. Csak, hogyha meg a hideget szeretik a lények, akkor minek jönnek ki a kráterből, akkor meg kéne, hogy halljanak a melegbe. Hát mert azért szeretik a hideget, de azért szeretik a húsit is. Vadászni, vadász. jó Csak akkor meg mondjuk, mi annak az esélye, hogyha ezt lehozzák a földre, ebbe a nyomásba és ebbe a hőmérsékletbe megmaradnak. Tehát... Ez egy nagyon jó kérdés, mert ezek a lények ugye, hát tudom, Válcumban hogy az, az Apollo kabin belsejét, a holdkon belsejében is éldegéltek, meg odakint a vákumban is éldegéltek, tényleg nagyon különböző nyomás- meg hőmérséklet viszonyok mellett, tehát egy nagyon széles skálán élő igen. extremofilek ezek. Tehát ez, ez elég jó lehet szerintem, hogyha, hogyha, ugyanott, ugyanúgy el vagy. Hát a karvacvonul is nekem, nekem a medveállatkák ugye beugranak, mint mondjuk az ilyen leg, legismertebb, vagy, vagy legnépszerűbb ilyen, ilyen nagyon extremitásokat is bíró élőny, de hát ugye ezek azért méretre is nagyobbak, meg, meg azért összetettebb életformának tűnnek. Jó, hogy beugranak, mert azok potenciális hordlakók a medveállatkák, ugye jelen pillanatban is mivel a 2019-es izraeli holtszonda, ami becsapódott, az vitt magával medveállatkákat kísérletre. És a medveállatkák ugyan nem simán szálltak le, hanem becsapódtak, és nyilván kirepültek össze-vissza, meg összetött. De simán lehet, hogy a kis konténerük túlélte, és az is lehet, hogy ők kijutottak a holdra, és ott most... Hát nem azt mondom, hogy élnek és virulnak, de hogy, de hogy nem, a hibernált, állapotban. hibernált állapotban. éveket ki tudnak bírni űrszerű körülmények között, az már bizonyított tény. Úgyhogy ez nagyon izgít. De ez nem jelenti azt, <laughs> hogyha oda jön, vagy most mit tudom, a, a az új holdmissziók oda mennek, akkor majd a medveállatkák gondolnak egyet, és akkor így hmm, hmm megéheztem az ember húsra. Ha, és majd áteszem át magam a 24 Nagy, réteges rétegés szöveten, és majd eszek egy kis embert. Igen, meg, meg én, vagy Azt nem biztos, de én éreztem benne az egész filmben azt is, hogy oké, hogy megesszik őket, vagy lerágják a húsokat, és akkor azzal táplálkoznak, de hogy valamiféle ilyen, ilyen parazitaként így, a, így az elméjén az, el, az ember elméjén is átvették az irányítás, az és akkor megszállták, és egy picit azért ilyen félig, mert azért küzdött a, de... a, az a, a is, de... És ugye Igen? ezt látják, hogy ugye az orosz űrhajósról is, hogy látják lábnyomokat, és hogy egy ideig körbe ment, és nem olyan értették, hogy mit csinál. Igen. Aztán végül ugyanazt csinált a nét is, hogy így ment, aztán körbe ment, tehát ilyen kicsit Igen. ilyen. Meg ugyanúgy vér volt a kabinban, nyilván ő is megpróbálta Igen. kiszedni magából, ugye nehezítés, hogy ő egyedül volt, ugye a szovjet. Most az egy érdekes dolog egyébként, bár teljesen indiferens, amúgy csak mesélem, hogy a szovjet szállásban amúgy lett volna egy másik űrhajós hold körüli pályán. Tehát a szovjetek ketten mentek volna el a holdra, vagy hárman akár, de az biztos, hogy csak az egyik szállt volna le a felszínre, és a másik, vagy másik kettő, az a hold körüli pályán maradt volna, és aztán visszajött volna utána együtt. Vagy mit, most, itt tehát akkor egyébként lehet, hogy a szovjetnek volt egy társa, aki visszajött a földre, mert amúgy, amúgy annak úgy kellett volna lennie, úgyhogy ő is hozhatta a híreket egyébként. Tehát, hogy igen, ezzel ez is lehet. Ez már csak egy. Na de nem sokára a műsorunk végéhez érünk, ugye a nem támogatói műsorunk végére, úgyhogy hogyan értékelnétek ezt a filmet? Összességében uh, ugye az inkább horror, és másodszorban skiffi, legalábbis nekem és ilyen szempontból viszont nem tartozik a jobb horrorok közé. A hangulat az, ahogy mondtad is Géz, hogy vagy elkap, vagy nem, mert azért realisztikusra próbálták vinni, de akinek mondjuk nem jön be, az, annak, 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 annak nem lesz jó az élmény. Olcsó, olcsó jumpscare alkalmaz, az, az, biztos. De az alapvetés nem rossz, úgyhogy hát mondjuk én egy ilyen erős négyest mondanék. Én ötösre gondoltam. Egészen egyszerűen azért, mert én nem vagyok egy nagy horror fanatikus, tehát hogy a horror, a horror részét, meg ezt az idióta dolgot, hogy ilyen életforma él a holdon, ezt, ezt jobban is ki lehetett volna találni. Viszont, viszont mivel, hogy ilyen űr, űr fanatikus vagyok, ezért én azt nagyon tudtam mértékelni, amiket már elmondtam, hogy milyen szépen hozták szerintem. Egészen apró részletekig vissza, visszamenőleg egyébként azt, hogy, hogy hogy néz neki egy ilyen felvétel annak idején, hogy hogy minden kis technikai részlet. Nekem egy óriási plusz a szovjet holdkomp szerepeltetése, úgyhogy ezek miatt összességében egy tízes kállán az ötös azt megérdemli, sőt, talán egy kicsit öt és felest is. Igen, én én is egyébként hasonló véleményem vagyok, mint Miki. Engem amúgy nagyon idegesített, mondom, ez a kameraugrálás, meg ez a, ez a found foot is jelenleg, meg azért, na mindegy, szerintem ettől egy kicsit kevésbé kisésen kis lehetett volna megoldani, ez, a, ez amikor a villany többször egymás után kialszik, ezek tök fölösleges Négyest mondtam volna, mielőtt megbeszéltük a filmet, de ez, hogy mondtad, Miki, hogy tényleg az orosz uh, orosz egység is full eredeti, meg így megbeszéltük, hogy tulajdonképpen tudományosan majdnem, hogy rendben van azon kívül, hogy ilyen lények van A lényeget leszámítva. <laughs> a lényeget, a lényeget leszámítva. Lényeget. Hát én is egy ötöst adnék 10-ből. Hát jó. Akkor ebben megegyezhetünk szerintem. A műsorunk sajnos a végéhez ért, viszont aki szeretné a Parallaxis Podcast lényegesen hosszabb, különleges változatát hallgatni, annak nincs más dolga, mint hogy előfizessen a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül, és ne felejtsétek, hogy következő alkalommal egy skifi akciófilmet vizsgálunk majd tudományos szempontból, melyben időutazó bérgyilkosok szerepelnek, akik módban likvidálják áldozataikat. Szeptember 28-án tehát a Looper a jövő gyilkos című filmmel folytatódik a Parallaxis. Azért is érdemes még a Parallaxis előfizetni Patreon oldalunkon keresztül, mert nem régiben elindult a Parallaxis Klub zárt Facebook csoportunk is, ugye, ahol hát a kulisszák mögötti képeket, információkat lehet megtudni, és még akár... Ajánlani Miklósnak öm, adás, adás témát így, például. Így. bizony, bizony. És ezért is megéri előfizetni. Kollégáim és magam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. A következő alkalomig se felejtsétek, hogy az igazság odakint van. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.entv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.